Idén is megrendezésre került a karácsonyi jótündér választás. Több ezer versenyző közül az utolsó fordulóra már csak 4 maradt. A zsűri a 2001-es verseny 2 nyerteséből állt, mikor is a verseny először került megrendezésre. Egy jó tündér legfontosabb jellemzői közé tartozott a szép mosoly, a repülés, és hogy tudjon varázsolni, láthatatlanná válni és táncolni is. A mezőny éles volt. Elsőként a szépen mosolygás volt a feladat. Második versenyszám a tánc volt. Bemelegítés után különleges lépéseikkel kápráztatták el a zsűrit. A varázslás nehezebb feladatnak bizonyult. Ezután jött a repülés. Utolsó körben a láthatatlanná válást mutatták be. Hosszas tanakodás után a zsűri a tündérekkel együtt rájött, hogy a legkiválóbb karácsonyi jótündérek el sem tudtak jönni a versenyre. Ők mindeddig kívülről figyelték az eseményeket. Ezek a tündérek ugyanis ti vagytok. Boldog karácsony minden gyereknek!